Majdnem 200-an regisztráltak, ám végül 35 tervezőiroda, illetve tervező csoport jelentkezett pályamunkával a Hegyvidéki Önkormányzat által kiírt Normafa pavilon ötletpályázatra. Az ötletpályázat, illetve majd a pavilonok kihelyezése is része a Normafa megújítását célzó programnak. A zsűri szerint rendkívül ötletes terveket kaptak, amely közül sok ténylegesen is megvalósítható elképzelés. Egy ötletpályázathoz képest is kimagaslóan sok, ezért ugye egyéb iráti szempontokat is figyelembe kellett venni, nem csak az ötletességet és az egyediséget, hanem a könnyen gyárthatóságot, az elhelyezést, a Normafa arculattal való összhangot. A pályamunkák közül 9-et megvásárolt az önkormányzat, a tervek közül 2 kapta meg a fődíjat. A szakemberek szerint valóban sok megvalósítható tanulmány született. A polgármester szerint ebben az évben 1-2 ötlet részletes kidolgozására és a felépítendő pavilonok helyének kijelölésére is sor kerül. Azokon a helyeken építjük föl, vagy állítjuk föl legelőször ezeket a pavilonokat, ahol nem kell semmire várni. Ilyen a libegő felső végállomása környékén, ez a kis, hát most eléggé leaszfaltozott, lebetonozott terület, azt akarjuk rendbe tenni, ott nincs kire várni. A másik pedig az Anna tér mellett, tehát a sétány mentén. A pavilonok építése a tervek szerint jövőre kezdődik. A pályázatra érkezett terveket rövid időn belül a nagy közönségnek is bemutatják egy kiállítás keretében. Különleges mozaik díszítést kapott a gazdagréti Szent Angyalok templom. Ott jártunkkor éppen az utolsó simításokat végezték el, mostanra pedig már valamennyi mozaik darab a helyére került. Mozaikon ábrázolt jelenet Máté evangéliumában szerepel. A kép azt szimbolizálja, hogy az angyalok az ember barátai a spirituális életben, és ők azok, akik az Isten szerinti úton elkísérnek minket. Ezt mondta Márko Rupnik. A gazdagréti templom új díszét összeállító Márko Rupnik jezsuita szerzetes számtalan hasonló alkotást készített. Élete első mozaikját pedig II. János Pál felkérésére állította össze. Közel 4 esztendeje annak, hogy San Giovanni Rotondóban jártam szűkebb körben munkatársaimmal, Szent Pió atya szentélyében, és ott csodálhattam meg Rupnik atyának mozaikjait, hatalmas képsorozatot láttam, és gyönyörű, szemkápráztató munkát. Ott szerettem bele Rupnik atya művészetébe, és akkor határoztam el, hogy szeretném, ha itt a gazdagréti templomunkat is ő készíteni el a mozaikot. A templomot Erdő Péter bíboros szenteli fel október 1-én. A Csillagszemű Tánc Együttes megalakulásáról, a néptánc mai szerepéről és a hegyvidékhez való kötődésről is beszélt a közönségnek Tímár Böske, a Proféta a saját hazájában elnevezésű beszélgetés sorozaton. A rendezvényen a hegyvidék díszpolgárait látják vendégül. Tímár Sándor 2010-ben kapta meg a kitüntető címet, de a koreográfus most nem tudott részt venni a programon, így felesége Tímár Böske képviselte. A házaspár 1993-ban alapította meg a Csillagszemű Tánc Együttest, amely mára csak nem 1000 tagot számlál. Nagyon könnyen és nagyon természetes módon tanulják meg a közösségbe való beilleszkedést, az egymásra való odafigyelést, és az, hogy ő nem egyedül áll a világban, hanem ő neki oda kell figyelni a másikra is, alkalmazkodni kell hozzá. Ezek olyan alapvető követelmények, ami nagyon szükséges az élethez. A Proféta a saját hazájában beszélgetés sorozatot áprilisban indította el az Evangélikus Egyház északi egyházkerülete és a MOM Kulturális Központ. A cél az, hogy a püspökség Szilágyi Erzsébet fasori épületét jobban bekapcsolják a kerület kulturális vérkeringésébe. Ezért találtuk ki, hogy közös rendezvényt, amiben nagy segítséget kapunk a MOM Kulturális Központ munkatársaitól, rendezünk, és a polgármester védnökségével, a püspöknek a házigazdaságával meghívjuk azokat a 12. kerületi polgárokat, akik érdemesnek bizonyultak arra, hogy díszpolgárnak válasszák őket meg. A rendezvény fővédnöke Pokorni Zoltán a Hegyvidék polgármestere. A beszélgetés sorozat ősszel folytatódik, akkor Bereményi Géza lesz a vendég.